szokták kérdezni, hogy a legelső gyerekkori élményed mi. És én arra tudok visszaemlékezni, nagyon kicsi lehettem, még a rácsos ágyból van az a képem, hogy ahogy ebben a lakásban reggel a fény úgy jön be, hogy a nap rásüt a Dunára, és a Duna hullámzik, és annak a hullámai a plafonon szaladgálnak, és ahogy a rácsos ágyban a rács ott van, és én néztem, hogy ha az egyik szememet becsukom, akkor itt a rács, és ott a hullám, és kifejezetten játszottam a fénnyel, mit tudom én, 2 évesen. A fénynek kitüntetett szerepe van a fotográfiában, fény nélkül nem lehet képet készíteni, ugye ez evidens, és éppen ezért, mivel a fény ilyen nagyon fontos, ezért fontos megfigyelnünk azt szerintem, hogy ez hogy zajlik, tehát milyen módon jelentkezik egy kép jelentésében, hogy járul hozzá a kép, vagy hogy segíti a kép jelentését, az, hogy milyen típusú fényt használunk, vagy mennyi fényt használunk. Az egyetemet megelőző korszak, vagy évek, amikor rajzolni tanultunk. És már közel a felvételihez, a sikeres felvételihez, az az emlékem nagyon erős, hogy a műteremben, ahol rajzolni jártunk, vagy mindig megkaptam a modell bevilágítását, hogy ezt én csináltam, és azt már erre élveztem. Tehát ez egy nagyon izgalmas ügy volt. Tehát ott gyakorlatilag ilyen asztali lámpákkal játszottunk a testen általában egész alakot vagy portrét rajzoltunk. És azt hiszem, hogy ez olyan erősen belém égett, nem is ez az emlék, hogy én világíthatok, hanem hogy világítunk és rajzolunk. Ráadásul egy festő tanított bennünket rajzolni, hogy azóta valahogy a festészethez mindig kiukadok, hogyha a fotózásról is gondolkodom, vagy inspirációt keresek. Engem azért érdekelt igazán a fotó, mert nem tudtam rajzolni, és ugyanakkor képet akartam létrehozni. Tehát én nem úgy indultam neki a fotózásnak, ahogy általában szoktak, hogy fotóriporter akarok lenni, vagy divatfotós akarok lenni, vagy természetfotós, hanem nekem volt egy elképzelésem, hogy mit akarok a világból megmutatni. Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb része az életünknek, mert fény nélkül nem lenne semmi, nem lenne élet, nem lenne semmi. És az, hogy mi ezzel dolgozhatunk, fényképészek, ez egy csodálatos dolog. Na most ezt jó, hogyha tudatosan tudjuk használni, és ez lenne a lényege szerintem a fotográfiának. Egy műteremben sokkal inkább ilyen laboratóriumi helyzeteket lehet kialakítani a fény kapcsán is. És ennek a folyamatát, vagy ennek a tudatos alkalmazását nagyon szeretem, de lényegesen többet fotózok természetes fénynél, mint mesterséges fénynél. Itt is szerintem a téma az rettenetesen fontos, hogy igényli-e azt, hogy a adott esetben kevert fényt használjon az ember, tehát a természetes fénybe belevilágítson, rengeteg olyan helyzet van, az indokolt, vagy még nagyobb hatást tud elérni az alkotóval, hogyha kiegészíti tulajdonképpen a fényeket, vagy összekeveri egymással. A különböző fénykondíciókhoz különböző hangulatok társulnak. Gondoljunk a naplementére például, tehát hogy a naplementét mennyire szeretik az emberek. Tehát akkor mindenki előveszi a fényképezőgépét, fotózza általában a napot, tehát egy ilyen különleges látvány tárul eléjük, és hogyha tényleg az ember körbenéz, akkor az a fajta fény is egy különleges fény helyzetet hoz létre, amit az fotósok szintén nagyon kedveltnek a képeik elkészítésre. Nem pont a naplemente témát emelném itt ki, hanem azt, hogy vannak olyan fényviszonyok, amelyek nagyon ritkák, vagy nagyon különlegesek. Ezek mindig megihletik akár a fotósokat, vagy használják ezt a különlegességre törekvő
képalkotási módszert. Egyébként leginkább ezt a reklámoknál lehet megfigyelni, tehát hogyha gondolunk egy egyszerű termékfotóra, vagy bármilyen portréfotóra, ami egy reklámban szerepel, akkor általában olyan fényeket használnak a fotósok, ami sohasem fordul elő a természetben, vagy nagyon ritkán. A természetfotónál is szerintem van egy olyan szakasz, ami valamennyire megtervezhető, mondjuk egy napszak, vagy egy évszak, vagy az időjárást előre ismerve, előre lehet kicsit gondolkodni. Tehát nagyon sok olyan helyzetben találtam magamat is, ahol 3-4 alkalommal visszamentem egy bizonyos helyszínre, mert tudtam, hogy akkor esetleg jobb lesz majd a fény, és ez néha sikerült, tehát hogy nyilván a természetet ilyen értelemben nem lehet befolyásolni. De mondjuk ez is egy gondolkodásnak szerintem az eredménye. Tehát, hogy nagyon sok olyan elkapott pillanatok vannak, én ebben a helyzetben ezt az elkapottságát, ezt egyáltalán nem alkalmazom. Tehát, hogyha nem érzem úgy, hogy ott rendben lenne például a fény, akkor nem csinálok képet. Én megkülönböztetek két alapvető különböző fényt, és így szoktam gondolkodni, amikor megtervezem azt, hogy egy fényképet hogyan készítek el, és kemény fényekre és lágy fényekre csoportosítom a fényeket, és kemény fénynek azt lehet nevezni, amikor az árnyékok kontúrja az nagyon határozott és éles. Minél határozottabb ez az árnyék, minél kontúrosabb ez az árnyékvonal, annál keményebb fényről beszélünk. És az árnyék pedig nagyon mély fekete. Ilyen kemény fény a természetben igazából csak a hold felszínen van kb. Főleg portréfotózásnál nagyon jól ki lehet emelni egy arcnak az előnyeit, vagy a hátrányait eltakarni, mondjuk egy keményebb vonást szórt fénnyel le lehet lágyítani, hogyha olyan karakteres képet szeretnék csinálni, hogy kihangsúlyozni valakinek a karakterét, akkor lehet nagyon kemény fénnyel világítani. Brassainak a Párizsi éjszaka című könyve, ami 1933-ban jelent meg, ami nem csak azért érdekes számomra, mert hogy akkor egy szenzációs dolog volt éjszaka ilyen felvételeket készíteni, hanem azért, mert hogy itt tényleg a kemény fénynek olyan tulajdonságait használja ki Brassai, amitől mondjuk megváltozik egy szituáció jelentése. Tehát ebben a képben is, amit most látunk, ezt az éjszaka az utcán álló hölgynek az arca, attól, hogy az árnyékok miatt, a kemény fények okozta mély árnyékok miatt titokzatossá válik, ezért a képnek egy kicsit ilyen félelmetesebb atmoszférája lesz. Akkor mindig érdemes elgondolni, hogy milyen lenne ugyanez a szituáció napsütéses környezetben, vagy valamilyen esős, ködös időben. Teljesen más érzetek alakulnak ki az emberben. Kemény fénynek ezeken az érzeti tulajdonságain kívül még van egy nagyon fontos tulajdonsága, talán ennek a képbe, hogyha belenagyítanánk, akkor lehetne látni, hogy nagyon anyagszerűvé teszi a valóságot. Tehát az árnyékoknak a rajzossága miatt szinte tapinthatóvá válik, anyagszerűvé válik annak a dolgok. A fény a régi technikáknál az mindig napfény.
mert UV-re érzékenyek ezek az eljárások, és normál lámpafénynél nem is lehet vele mit kezdeni, tehát már eleve különleges. És akkora méretű negatívra van szükség, amekkora képet szeretnénk, mert nagyítani nem tudjuk. Még a mai modern technikával sem, mert hiába tudnánk betenni egy UV-lámpát egy nagyítógépbe. A nagyítógépen belül annyi üvegfelület van, a kondenzorlencse, objektív, mindenféle, az elnyeli. Úgyhogy itt muszáj akkora negatívot előállítani, amekkora képet akarunk. Ez most egyszerű, mert fényképezünk digitálisan, kiprinteljük fóliára negatívba, és kész, ott van nekünk akkora negatívunk, amekkorát csak akarunk. Nem kell hozzá egy nagy fényképezőgéppel dolgozni. És akkor le lehet világítani, kivinni a napra. Vagy ha van valakinek UV-fénycsöve, akkor az alatt lehet este, vagy tél idején, vagy a szolárium is jó rá. Nagyon sokan gyakorlatilag valamiféle kézjegyet alkotnak a világításukkal, tehát egy valamiben hisznek, vagy egy valamiben nagyon sikeresek, vagy egy valamitől felismerhetőek, és ahhoz hosszú ideig ragaszkodnak. Ilyenek leginkább egyébként így az alkalmazott fotográfiában kiemelkedő fotósok között vannak, akik aztán érdekes módon ebből az alkalmazott helyzetből tudnak kreálni egy egészen más szintű minőséget is, de szerintem az egy másik történet, hogy miben mások igazából. A fény használata, ami nem csak technikai ügy, ott rettenetesen fontos. Az, hogy valaki kialakítsa a saját világítási stílusát mondjuk, az nagyon sok fiatal fotósban is ambíció. Tehát például ebben meg tudják különböztetni magukat a tömegtől. Pont egy mai élményem kapcsán, hogy nagyon sok fiatal végzős fotós munkáját néztem végig, és hogyha ebből a szempontból nézem, azért az igény nagyon erős néhányukban, hogy ez a fény fölött való uralom, vagy az irányítás képessége azt megszerezzék, és ebben játszhassanak, és ez adjon nekik valami gyakorlatilag korlátlan szabadságot. Amikor az ember nem az éjszakai meglévő fényekkel dolgozik, hanem az éjszakai hatást erősíti, és ugye abba kezd fényfesteni, akkor milyen hatásokat lehet létrehozni. Ez egy érdekes munka volt számomra, Makovec Imrének a szakrális tereit lefényképezni, amit úgy vállaltam el, hogy Makovec Imrével az elején megbeszéltem, csináltam egy próbafotózást, és megmondtam neki, hogy én úgy tudom elképzelni a könyvet, hogyha csak éjszakai képek szerepelnek benne, nincs kék ég, vagy csak nagyon sötét kék ég, és ettől én úgy érzem, hogy ettől lesz a templomoknak és a különböző szakrális tereknek a szakralitása kihangsúlyozva. Tehát nem le akarom dokumentálni az épületeit, hanem hozzá szeretnék tenni valamit a fény segítségével, amitől mondjuk a lényegét meg tudom ragadni. És ő ezt abszolút abszolválta, tehát teljesen bírta, egy kicsit őrültnek tartott, hogy így állok neki a dolognak, de szerintem ezt a szakmát csak egy kis őrültséggel lehet csinálni. Ez egy nagyon hosszú munka volt, amit Mohácsi Andrással közösen csináltunk több mint 20 éven keresztül, és ezek a kőszobrok gyakorlatilag, mondhatnám azt, hogy adták magukat, de kialakult eleve a saját képem a szobrokkal kapcsolatban, illetve volt időm, és ez nagyon fontos, hogy rengeteg időt tudtam ezekkel a munkákkal együtt tölteni. Volt egy olyan munka, ez az óriási csiszolt lap, ez több mint 4 méter magas, a Kiscelli Múzeum szabadterébe volt felállítva,
szabad téren világítva, volt, ahol áram nélkül zseblámpákkal és mobiltelefonokkal világítva, ez az a kép, ami egy erdőben, egy ilyen erdőszerű kertben került világításra, de van olyan is, ami gyakorlatilag egy kiállított térben, de műtelmi lámpákkal világítva készült. Azt hiszem ez volt pont az a kép, amit próbának készítettem, ahol tényleg úgy, ilyen fajta látványban sohasem részesülhet a néző, hiszen több vakuvillanással készítettem a felvételt, közben kiexponáltam belül egy nagyon kevés sárgás fényt, és közben még az ég, mivel körülbelül egy 15 perces expozícióról beszélünk, közben még így el is úsztak az éjszakai felhők, amelyeket szemmel nem lehetett látni, de a nyersanyag az kiexponálja. A fákra is külön rá fényecseteltem dolgokat, hogy minél inkább ilyen misztikusabb, kicsit félelmetes látványt hozzak létre. Lehetne úgy nézni, és érdemes eljátszani a gondolattal, hogy ez miben hasonlít ahhoz a helyzethez, amikor az ember kap egy megbízást, és egy tárgyat kell egy műteremben bizonyos céloknak megfelelően lefotózni. Ha ez mondjuk egy reklám céljára készül, vagy egy katalógusba készül, ahol nagyon... akár a művésznek vannak nagyon határozott elképzelései, olyan referenciákat mutat, mondjuk, hogy na ilyenre szeretném, vagy olyanra, akkor ezeket meg lehet csinálni. Ebben az értelemben vannak mondjuk ilyen sokszor használatos, a klasszikus szót nem használnám, de mondjuk ilyen általánosan bevált világítási trükkök, vagy módszerek. Ebben a helyzetben az volt a nagyon izgalmas, hogy nem volt ez a kötöttség bennünk. A szobrász, mondjuk ebben az esetben, mint megrendelő, vagy megbízó, fogalma se volt azokra a trendekről, tehát hogy nem akart valamilyet, hanem azt mondta, hogy nézzük meg, hogy milyen lesz, hogyha te csinálod. És 19-20 év után is ezek a képek egymás mellé rendezve ugyanazt az életet hordozzák, úgy ugyanazt az intenzitást, mint amikor elkészültek. Tehát azt nem merném kijelenteni, hogy sikerült a saját világításomat így megtalálni, vagy a saját névjel, de ennél a munkánál talán az segített a legtöbbet, hogy volt időnk figyelni, időnk ismételni adott esetben, összehasonlítani, elrakni, újra elővenni, tehát értelmezni, gyakorlatilag így magunkba szívni igazán a képet. Erre van szerintem manapság az embernek a kevesebb ideje, illetve már attól félek, hogy már igénye sincsen rá. Tudjuk, hogy egy beállított szituációt fényképez Helmut Newton, és nem szépre, nem lágy fényekkel fotózza le, hanem durván úgy, ahogy a riporterek vakuznák le, ettől ad egy hiteles ízt a képének. Tehát egyfajta hitelességi tulajdonsága van a kemény fénynek, és ez már nem egy természetben tapasztalható fényviszony, hanem a fotográfia hozta létre ezt a fajta képiséget. Tehát nagyon, nagyon izgalmas. Nekem az egyik kedvenc fénytípusom a kemény fény. Használok mindenféle fényeket, de pont ettől a sok értelműségétől lesz számomra nagyon izgalmas. Ezek a tárgyak, amiket választottam a fotózáshoz, szobrászati gesztusra reflektál, olyan szobrokra, amit a Gálhidi Péter készített, és ezt az egész előkészítést, és ez megint csak kiemelten fontosnak tartom, rengeteg beszélgetés kísérte, előzte meg, és aztán követte is a kiállítást követően. Nagyon izgalmas volt az, hogy megpróbáltuk mondjuk ezeket az érzéseinket, meg tapasztalatainkat, akár a fotó kapcsán is, de akár a forma, a tér, a tárgy, az anyag kapcsán is szavakba önteni. Itt teljesen egyértelmű volt a cél,
Ráadásul szerintem nagyon fontos, hogy itt Vörös Sándornak a Páratövis című ilyen egysoros versére reflektáltuk mind a ketten, anyagban, formában, fényben, méretben, tehát ennek ez adta a komplexitását, egy irodalmi adaptáció tulajdonképpen, ami aztán a beszélgetéseink és az egymástól függetlenül végzett munkáink kapcsán nyert valamilyen formát. Akkor a gicsről beszéltetek a műsorban, ugye? Tehát, hogy akkor válik valami gics, hogyha elveszti a funkcióját szerintem, és csak azért lesz, hogy valami olyan tetszetős legyen. Tehát ma reflexből mindenki lágyfényt fog használni, mert minden azzal van tele, és hogy az nagyon megy, és hogyha valaki nagyon kortárs jellegű világítást akar használni, akkor fölnyomja a plafonra a lámpát, meg még mögé kettőt, és akkor nagyon szép szórt fény lesz, és akkor lesz egy ilyen sejmessége, és stb. Ennek megvannak az okai, hogy miért alakul ki egy ilyen világítás, tehát a világítási trendek, azok véleményem szerint nem öncélúak, hanem mindig valamilyen lenyomatai olyan folyamatoknak, amik zajlódnak a világban, hogy miért lesz valami nagyon álomszerű, vagy az álomszerűség miért olyan fontos dolog, tehát ezek mindig utalnak dolgokra. Akkor van probléma, amikor ezt üresen átveszik, és csak azért, mert divat volt. Úgy tűnik, mintha mindent láttunk volna már, hajlamosak vagyunk elfelejteni dolgokat. A divat nagyon hasonlóan működik, tehát előkerülnek a nagyszülőknek a ruhadarabjai, mert ez most újra mondjuk divatossá válik. Ebben is van hasonlóság a fénnyel, de azt gondolom, hogy a legdivatosabb helyzetek azok nagyon gyorsan elporosodnak. Tehát egy 5-10 évvel ezelőtt készített anyag, az úgy látszik, hogy az 5-10 évvel ezelőtt készült. Ugyanilyen a körvakó, hogy van egy eszköz, ami egy időben divatban jön, és akkor hát egy divatfotót nem lehet csak körvakúval készíteni, mert hogy az annyira menő, és ilyenkor válik egy dolog üressé, és számomra értelmetlenné. Losonczy Tamás bácsi, aki 105 éves koráig élt és aktívan alkotott, én nagyon szerencsés voltam, hogy őt megismerhettem még 95 éves korában, baráti kapcsolat révén. Ennél a képnél igazából csak azt szeretném bemutatni, hogy egy fotónál milyen sokat számít az, hogy tulajdonképpen szórt fényben készül, ugyanakkor ott van a műfény is a lépcsőházban, de az ablakon bejövő főfény ad egy nagyon-nagyon erős hatást. Azt gondolom, hogy a fény az egy olyan része például a fotónak, ami ezt a nyelvezetet elképesztően finommá tudja tenni. Hogyha a beszédhez vagy a beszélt nyelvhez próbálnám valamilyen módon hasonlítani ezt az egészet, akkor ez olyan, mint egy dialektusa tulajdonképpen annak, amivel kommunikálunk. És ezek a dialektusok, vagy ezeknek az újrafogalmazása, vagy egy új nyelvnek a megteremtése lehet állati izgalmas szerintem egy ilyen folyamatban. Nyilván az a gondolat is megerősödhet ilyenkor valakiben, hogy hát nagyon újat már nem lehet mondani, tehát hogy lehet még a feje tetejére állítani a világot, de az is már háromszor megtörtént, vagy 300-szor. Mégis az az élmény, ami az alkotás közben a kamerád előtt zajlódik, ami a szemeden keresztül az agyadban zajlódik, az egyedi, az soha nem történt meg, az mindig a tied. Azért szeretem ezeket a régi technikákat, mert borzasztó jókat lehet vele játszani, és hát nem csak a magas művészetről szól az élet. Ez a kép, ez úgy készült, hogy amikor a lányom körülbelül 4 éves volt, akkor megkentem ezt a nagy sejmet cianotípi anyaggal, megszárítottam, betettem egy hálózsákba, és kivittem a teraszra, ahova sütött a nap, és megkértem a gyereket, hogy másszon be a zsákba, helyezkedjen el rajta, aztán kicipzáraztam a zsákot, és körülbelül 2 percig
megsütettük a nappal, és így most rajta van a gyerekem lenyomata. Ez nagyon jó kép. Tehát ugye a lágyfénynek is megvan a maga hatása, tehát a melankólikussága, stb. Tehát igen, a lágyfényeknél tényleg azt fontos tudni, hogy van ez a festőiség benne, tehát a fénykondíciók adnak értelmet igazából a képnek. És talán az egyik legfontosabb mottója a világításnak, ami a nyelvben is van, hogy valamit más megvilágításba helyezni, az másképp működik. Ez elég plasztikus, nem?